Szeretettel köszöntöm a Societas TV nézőit. A hátam mögött látható nógrádi sós ropogós embléma azt üzeni, hogy a kerítés mögötti épületben gyártják a ropit. De nem ez a lényeg, nem azért jöttünk ide, hanem azért, mert február 28-án időközi választást tartanak Salgótarjánban. Polgármestert választanak, van egy MSZP-s polgármester jelölt, megtudjuk ki ő, megnézzük a kampány előkészületeket. Tartsatok velünk! A február 28-ai időközi választásokra készülünk. Én nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek az ország minden részéről, és segítetek ebbe a kampányba. Időközi választás előtt állunk, ami február 28-án lesz. Én Fekete Zsolt vagyok, jelen pillanatban Salgótarján megyei jogú város alpolgármestere. Sajnálatos körülmények között tavaly év végén elhunyt Dóra Ottó barátom, a város polgármestere. Én azt gondolom, hogy Salgótarjánban az MSZP van olyan népszerű párt, mint a Fidesz. És a Salgótarjániak másfél évvel ezelőtt jól döntöttek. Háború helyett a békét választották. Most újra meg kell vívni ezt a csatát. Jelöltünk, én azt gondolom, hogy nagyon jó jelölt, annál is inkább, mert alpolgármester volt az Ottó mellett. Tehát gyakorlatilag folyamatában ismeri azokat az ügyeket, amelyeket itt vinni kell tovább Salgótarjánban. A másik, hogy a Zsolt egy nagyon jó szociális szakember, ezt kevesen tudják róla. Az, amit Zsolték a polgármester jelöltünk csinál, és ahogy csinálja, biztos, hogy azt viszi tovább, amiért is a Salgótarjániaknak a gondolata meg a szíve volt. Hirtelen azért akadt meg a levegő a torkomon, mert eszembe jutott, hogy a városházán én iktattam be parlamenti elnökként Orhantól. És az égen is. Azt, amit most itt tapasztalunk Salgótarjánban, ezt nagyon-nagyon kevés más helyen látok, ilyenfajta lelkesedést és ilyenfajta tenni akarást az emberekbe. Gyakorlatilag nincsen olyan lakás, ahol nem mondanák azt, hogy ők Fekete Zsoltot támogatják, úgyhogy ha ez továbbra is így fog menni, akkor gyakorlatilag itt ilyen nagyon súlyos fölénnyel fog a MSZP jelöltje Fekete Zsolt nyerni Salgótarjánban. Érti a városnak a problémát, itt él a várossal. A jó polgármester jelölt Fekete Zsolt. Hajrá Fekete Zsolt, hajrá Salgótarján, hajrá MSZP.